A város önkormányzata 2009-ben kezdte meg a Hajdúböszörmény harmadik ütem és Bodaszőlő második ütem szennyvíz csatorna beruházáshoz kapcsolódó előkészítő munkálatokat. Majd ugyanebben az évben sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unió KEO programjára, melynek keretében 85%-os támogatás sikerült elérni a kivitelezési munkálatokra. A beruházás megvalósítása után további lehetőség volt kiegészítő támogatási kérelmet benyújtani az irányító hatóság felé. Ez is sikeres volt, így kormányhatározattal a támogatási intenzitás 91,16%-ra emelkedett. Információink szerint egy újabb beruházás keretében további területek lesznek ellátva szennyvíz csatornával. Egy új beruházás indul, ami egyébként az eredeti előző beruházáshoz kapcsolódik mindenféleképpen, de valóban új beruházás. Közel 200 ingatlan tulajdonost érünk el, illetve ezen keresztül közel 200 ingatlanra tudjuk bevezetni a szennyvíz csatorna hálózatot. Ezek azok a részek, amelyek valamilyen okból, műszaki, egyéb okból kifolyólag kimaradtak az előző nagy beruházásból. Elmondanám, hogy pontosan mely utcákat érinti, nehogy kihagyjak véletlenül. Orbán Balázs utca, Baltazar Dezső utca, ezek általában zugok, tehát olyan részek, amelyek zugba végződnek. A Bíró Péter utcán szintén egy zug, a Külső Debreceni utca, a Hétvezér Avar utca közötti új Nyitandó utca, a Péli Gábor utca és a Dobó István utca hiányzó szakaszai, illetve az Alföld utca, Kovács Albert utca és a Vasvári Pál utcán szintén egy zug. Tehát közel 200 ingatlant fog érinteni ez a beruházás, és reményeink szerint egy 3-4 hónap alatt tudjuk elvégezni a munkálatokat. Az újabb beruházásnak köszönhetően a város közel 100%-ában lesz szennyvíz csatorna. Megközelítjük a 100%-ot, 98% körül lesz a százalékos kimutatás. Ez azt jelenti, hogy Hajdúböszörmény az ország egyik leginkább ellátott szennyvíz csatorna hálózattal, legalábbis egyik leginkább ellátott városa lesz. Az újabb beruházás keretében a területek szennyvíz csatornázása a következőképpen fog történni. Jelenleg a újabb beruházás előkészítés alatt van, tehát a közbeszerzési eljáráshoz szükséges iratokat már előkészítettük. Jelenleg a vízjogi engedélyezési eljárások vannak folyamatban, ez várhatóan egy-két héten belül megkapja az önkormányzat, azt követően indulhat a beszerzési eljárás, és utána egy pár héten belül a kivitelezés is megkezdődhet. Az egész beruházás egy olyan 4 hónapra tervezzük, az időjárás viszonyok is beleszólhatnak ebbe, hogy mikor tudjuk befejezni, de szeretném már az idén befejezni, tehát december közepéig legkésőbb átadni az összes utca szakaszt. A korábbi beruházáshoz kapcsolódóan 2009. május 29-én alakult meg a Hajdúböszörményi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat azzal a céllal, hogy a beruházáshoz szükséges lakossági önerőt összegyűjtse. A társulat 2009-es határozatában megállapította az ingatlanonkénti fizetendő hozzájárulás összegét, illetve lakástakarékpénztári konstrukciót fogadott el a hozzájárulás részletekben történő befizetésére. A lakosság túlnyomó részt az LTP konstrukciót választotta. 2009-ben alakult meg a korábbi beruházással kapcsolatban az a víziközmű társulat, amely vállalta azt, hogy a nagy beruházásnak az önerejét összeadja, és ugye akkoriban mi a lakosok számára ajánlottunk egy 74 hónapos LTP konstrukciót, amelynek vállalásával 2470 forintjával fizették a lakosok ezeket a hozzájárulásokat. Hál' Istennek a állami támogatási rész növekedésével, amelynek során 85-ről 92%-ra tudtuk emelni a támogatás intenzitást, lehetővé vált az, hogy az önkormányzat átvállalja a lakosoknak az utolsó 14 hónapnak a törlesztő részletét, és körülbelül ez a 60 hónapos fizetés augusztusban jár le. Hát itt igazából arra kérnénk a lakosságot, hogy tényleg szedjék szerbe számba, hogy mennyi volt a befizetésük a korábbi időszakban, és amikor a 60 hónapot elérik, akkor már nem kellene tovább fizetni ezt az összeget, és ezzel is megkönnyítve azt, hogy
itt az elszámolások során nekünk majd minden egyes számlát rendezni kell, a túlfizetéseket a lakosok felé visszautalni, de mindenképpen ez a 60 hónap az a választó vonal, ami után nem kell a lakosnak ezt az összeget fizetni.